Most az én hangomra figyelsz. A hangom segítségével egyre mélyebben hatolsz be pandamjába. Minden szó, amit kimondok, egy mélyebb rétegbe juttat el. A szíved nyitott, nyugodt vagy, és befogadásra kész. Most elszámolok 1-től 10-ig. Amikor azt mondom 10, te már pandamjában leszel. Most azt mondom 1. Ha figyelmedet teljességgel a hangomra összpontosítod, a tested lassan ellazul. 2. Szétáramlik a meleg a kezedben és az ujjaidban. 3. A meleg fölfelé kúszik a karjaidban, egészen a válladig és a nyakadig. 4. A lábad és a lábfejed is egyre nehezebb. 5. Egész testedben szétárad a meleg. Mire 6-ot számolok, te még mélyebbre merülsz. Most azt mondom, 6. Ellazult tested most lassan süllyedni kezd. 7. Egyre mélyebbre merülsz. 8. Minden levegővételeddel még mélyebbre jutsz. 9. Súlytalanul lebegsz. Mire gondolatban eljutsz 10-ig, már pandamjában leszel. Légy ott, mire 10-hez érek. Most azt mondom, 10. Hallod az eső hangját, amint a vízcseppek kopogva verik egy sisak tetejét. Menj közelebb. Csak nem akar elállni az eső, ezért tovább kell énekelni a dalokat. Hát ha eláll. Melyik volt még? Rohadt eső, hát megyünk majd titokban. Helyjál, helyjál. Tudom én miért jöttem Siruába, csak gondolta, hogy esni is fog. És ennyire. Tehát felütnek, akkor mi lesz? Ez kérdi. Na mi lesz? Felütnek. Szóval cínél társadalmat. Kucinál fára. Kucinál fára. Kösünk a veremán. Ez így bunó. Rávedere. Piros, ami piros. Felhúzom ezt a szar kesztyűt. Ja, csiga! Irányban, az csigaz! Gyere meg! Ugye né! Húzzál oda né! Menj más irányba, szevasz! Kezdje, kicsit kezdem összegni az egész. Mert nagyon kevés a pénz, tehát nem is az a baj, hogy... Nem az a gond, hogy... Nehéz a munka, mert fizikai munka, nem az a dolog, hogy tekerni kell, de rengeteget kell, az, hogy ne csak gombogatlás, ne csak apró pénzt, ahhoz nagyon sokat kell tekerni. Rengeteget. Most nem akarom összehasonlítani az esküvős munkáimat, de amennyit itt egy hónapban dolgozok, mondjuk ha csak nem is 8 órával vesszük, 4 órával vesszük, akkor is 20 napot dolgozni 4 órával egy esküvő alatt megkerestem azt az árat, úgyhogy őrület, de erre majd még vissza fogok térni ezekre az esküvős filmes
munkáim, amik nincsenek, és akkor igazából ezért tartok itt, mert nincs filmes, fotós munkám, és beálltam én is a mókus kerékbe. Hát igen, a világjárvány mindannyiunk életét megváltoztatta. Az én életem is a feje tetejére állt az elmúlt 2 évben. 2020-ban még reménykedtem, hogy hamarosan visszaállnak a régi normák, de aztán a következő évben már nem tétlenkedhettem, és mivel filmes és fotós munkáim egyre kevésbé kerültek, más munkát kellett keresnem. Így lettem biciklifutár. Az az igazság, hogy ez a legjobb dolog, ami történhetett velem a pandémia idején, és hát rengeteget köszönhetek a futárkodásnak, hiszen sikerült kimozdítani abból az állapotból, amiben addig beragadtam. Az elején persze nehéz volt belerázódnom a fizikai munkába, amely végül olyan energiákat töltött fel, amik segítségével egyre könnyebben vettem az újabb akadályokat. Egy remek lehetőség volt kitörni a karanténok bezártságából, hiszen olyankor is dolgozhattam, amikor kijárási tilalom volt, ráadásul maszkot sem kellett hordjak kint, amikor az még kötelező volt. A csomagok kiszállításakor rengeteg helyen megfordultam, olyan helyeken is, ahol korábban még soha. Minden munkanap új élményekkel gazdagított, különféle emberekkel találkoztam, váratlan és izgalmas dolgok történtek, amik inspirálóan hatottak rám. Felszabadultak az addig elfojtott kreatív energiáim, és ezért elkezdtem újra fotózni, filmezni mindazt, amit átéltem. Így fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy érdemes lenne megörökíteni mindezt egy videoblogban. Ez volt tehát a Komunitás Alkotói Ösztöndíj pályázatára leadott filmtervem, vagyis egy vlog létrehozása Pandamia címmel. 50. shiftem jön, ami egyfajta jubileum, hiszen ez azt jelenti, hogy most meg lesz a 100 óra felett ledolgozott órák száma. Na mindegy. Nem tudom, mit mondjak. Hát jó ír, hogy nyertem Komunitást. Pont ezzel a vloggal, amit most már egy ideje készítek. Hát reméljük, hogy izgalmas lesz, és jó lesz. Hát igazából olyan, amilyen. Nem lehet más, nem lehet ezt jobban megcsinálni. Ami történik, történik. Én ott leszek, hogy lefilmezzem.